Az olimpián országúti kerékpárosunk Lovasi Krisztián bukott, a hegyi kerekes Benkó Barbara 27. Parti Andris kórházban végezte sajnos. Erről is szó lesz, de most a Kárpátok Verecke a következő beszélgetés apropója. Korszakváltó határon túra indul ma. Több száz biciklis teszi meg a Hágótól Budapestig az 500 kilométert. A részletek Eisenkrammer Károly korábbi versenyzővel, főszervezővel és Révész Máriusz parlamenterrel, ötletgazdával. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szervusz, jó reggelt. Nyilván különös figyelemmel kísértétek a kerékpáros versenyeket az olimpián. Milyennek mondható a magyar csapat szereplése összegészében? Karcsi. Hát maga az, hogy kint voltak, hogy ennyien voltak kint, és ilyen sok szakágban, azt gondolom, hogy ez a fő hír a kerékpársportban. Azért ezt sokan tudják, hogy a kerékpározásban nem vagyunk a világ élvonalában. Körülbelül ugyanott vagyunk, mint annak ide, amikor te is indultál? Körülbelül hasonló szinten, de hárman mégsem. Hárman voltatok akkor is, igaz? De mégsem. Hát én Barcelonában voltam kint, akkor ketten voltunk országúton, meg egy valaki pályától, és hát ketten volt, meg volt még egy hölgyversenyző is országúton, aztán négyen voltunk összesen kint. Az egy picit más volt akkor még a világ, most már a profik is úgymond ott lehetnek, akkor még a profik, a Tour de France tárok nem indulhattak a olimpiai versenyen, most viszont igen, és közben lett mountain bike sport is az olimpiai számok között oda került, és hát most azt megértük ebben az évben, hogy két sporttól is kint van mountain bike-ban, egy lány és egy férfi versenyző, plusz országúton is kint voltunk, tehát gondolom, hogy ez egy a sportás szempontjából hatalmas eredmény. Az, hogy ott hogy mentek, már egy másik kérdés, és sajnos mondjuk itt ide jön az, hogy Parti Andris tele volt a média, az Indexen is tanult néztem, hogy főhír volt sajnos a Parti Andris fényképe, amint ott fekszik vérző arccal az úton, de el kell mondani, hogy jól van. Éppen most beszéltem reggel a Walter Tiborral, aki kint van a kórházban mellette, és azt mondták, hogy hazajöhet ma, tehát nem lesz, igazán nincs komoly baj vele. Máriusz, te nézed? Nézted? Az olimpiát, amikor tehettem. A biciklit? Amikor tehettem, néztem. Nem csak a biciklit, de tegnap egyébként épp a mountain bike versenynek a befutóját, azt láttam, elég izgalmas volt. No, azt fejtsük meg, azt mondjátok meg, hogy mitől lett bicajos nemzet a magyar, mert rendben, hogy ott voltunk az olimpián, itthon láthatóan például egy ilyen túrából, és nem csak egy ilyen túrából, látványosan is nagyon sokat fejlődik, mint tömegsport is a kerékpár. Hát nagyon sokan kezdenek biciklizni, tehát jóval többen, mint a mi fiatalkorunkban bicikliznek az utcán. Legalábbis itt budapesti viszonylatban, vidéken ez persze nem biztos, hogy így van. Ugyanakkor az, hogy bicajos nemzet lennénk, tehát hogyha elmegyünk mondjuk a Benelux államokba, én bicikliztem ott is, vagy mondjuk Olaszországba, vagy akár csak Ausztriába átmegyünk, mondjuk megnézzük, hogy Bécsbe hogyan közlekednek mennyien biciklivel, akkor azért még látjuk, hogy itt van még lehetőség. Én egyébként nagyon sokat várok, hogy ez a bicikli bérleti rendszer ez el fog indulni Budapesten, ez biztos, hogy egy nagy lökést fog adni. Te hogyan keveredtél a kerékpározásba? Gondolok arra, hogyha a politikai pályafutásodat figyeljük, és nem akarok rossz ízű lenni, de elsősorban sajnos a sportlövészetből is, mint áldozatot, mint célpontot ismerhettünk 2006-ban. Bicikli hogy jött ez neked? Ez egy tévedés, mert nem lövészetből, hanem ez egy szimpla verésből. Tehát hát igen, akkor egy utcai harcból. Egy utcai harcos, utcai igen. Harcból jött ki a dolog, bár az egyik fél nem harcolt. Én sokkal régebben kerékpároztam, mint hogy politikával egyáltalán eszembe jutott volna foglalkozni. Azt hiszem, hogy első osztályos gimnazista voltam, amikor itt kórustársaim elvittek az első kerékpár túrára, aztán onnantól kezdve minden évben mentünk, aztán voltak nagyobb túrák is, azután, hogy bejártuk Magyarországot, egyszer elbicikliztünk Rómába és vissza, egyszer vettem egy biciklit Londonban, onnan hazabicikliztem, ez még mind-mind politikai pályafutásom előtt volt, és három évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt kitaláltuk azt, hogy valahogy jelezni kellene, hogy megváltozott a magyarországi magyarok és határon túli magyarok közötti kapcsolatrendszer, és akkor Lánci Tamás barátommal találtuk ki, hogy szervezünk egy nagy korszakváltó kerékpártúrát. Ugye elment annak idején a vonat az 1000 éves határhoz, és hát mindent sírtak, az emberek örültek, és azt gondoltuk, hogy pont akkor fogadtuk el az állampolgársági törvényt is, hogy nem akartunk ennek semmilyen politikai nagy üzenetet adni, de hogy ez mégis egy ilyen szimbolikus módon elbiciklizünk innen Magyarországról egészen Csíkszeredáig, és hát az óvodában, ahova a gyerekeim jártak, volt egy biciklis ismerősem, akit úgy szegről-végről ismertem, és tudtam, hogy kerékpáros
rendezvényeket szervez, és tudtuk, hogy itt egy olyan rendezvényt szeretnénk, amihez már kell egy komoly profi. És akkor kerestük meg Eisenkrammer Károlyt, hogy segítsen a szervezésben, és akkor a sikere volt ennek az első korszakváltó határon túrának, hogy a következő évben megcsináltuk visszafelé, hogy Imesi Szorosból jöttünk Budapest, és augusztus 20-án tűzijátékhoz értünk a parlamentben, Kövér elnök úr fogadást adott a biciklisek tiszteletére, úgyhogy 200 biciklis augusztus 20-án este pesgőzött a parlamentbe érkezés után. Idén egy kis probléma volt a szervezéssel, de azt találtuk ki, hogy a Vereckei hágótól egy másik magyar lakta területet érintve fogunk eljutni augusztus 20-ára. Tehát ide most, Budapestre. Karcsi, te, aki kézbe vetted a szervezést, most a magyar sereg, a magyar biciklis sereg, ugye Vereckéről fog behatolni a Kárpát-medence szívébe. Ma indultak, hogy néz ki a turné? Azért fontos, de hogy ez messze nem sereg, tehát mi valóban egy mosolyt viszünk, mi barátsággal megyünk, és barátsággal is szeretnénk jönni. Békehadtest. És hát úgyis fogadnak minket. Tehát ezzel igazán, ahogy tavaly előtt sem volt, idén sem lesz Kárpátalján, nagyon sok baráttal találkozunk, barátok várnak minket már ott, és el fogunk indulni a Vereckei hágótól, ugye hát ez a történelemből, magyar történelemből egy nagyon szimbolikus helyről indulunk el kedden holnap reggel, és onnan fogunk 7 napon keresztül tekerni 600 kilométert Budapestig. Na de várjál, oda hogy jutok el? Oda busszal fogunk menni, busszal, illetve teherautókkal, de csak egy példát mondjuk, hogy milyen nehézségek vannak egy szervezésben. Amikor ültünk a főkonzulátuson, ezelőtt jó néhány héttel arról beszéltünk, hogy akkor milyen biztosítás, melyik határon ki, hogy megy át, mit vihetünk át, mit nem vihetünk frissítőt, nem vihetünk vizet, tehát egészen speciális dolgokkal járt az, hogy a schengeni határt is átlépjük, illetve az EU-s határt is átlépjük az ukrán határ átlépéssel, csak az szóba került, hogy akkor a busz kiviszi a bringásokat és üresen jön vissza, akkor megállt a levegő a teremben, hogy úristen, egy busz kimér és üresen, az lehetetlen. Tehát ennek a megoldása, ez egy olyan komoly... Legfeljebb olcsó benzinbe lehet. Feladat, olyan komoly háttérsegítség. Egyszerűen, tehát nagyon nehézkesen működik a határ átlépés, de igyekszünk ezzel is azt mutatni, hogy határok átléphetőek, átjárhatóak. Marius, lesz majd fordítva is? Mert azt mondja az ember, hogy fölmegy oda busszal, fölül a bringákra, és a bércekről legurul a Kárpát-medence mélyére. Mi van, hogyha fordítva menne, mint mondjuk a Vueltán? Egy kicsit fordítva, nem a hágóról fogunk indulni, hanem azért jó néhány kilométerrel alatt, úgyhogy először fel kell kapaszkodni a Vereckei hágóhoz, de kétségkívül egy nagy gurulás lesz az első nap. Annyit hadd mondjak el, hogy ez egy olyan rendezvény volt, ami szinte hihetetlen, hogy mind a román sajtóban, mind a magyar sajtóban kizárólag pozitív hírek jelentek meg róla, és azt kell mondjam, hogy a parlamentben is mind az LMP-sek, mind a jobbikosok, mind a szocialisták csak veregették a vállunkat, gratuláltak, és így belegondoltam, hogy nagyon kevés olyan rendezvényt tudunk mondani, hogy kizárólag pozitív hír jelenjen meg róla. A román rendőrök olyan kedvesek voltak az elmúlt két évben, hogy azt szinte elmondani nem lehetett, a román tévések kijöttek, azok is örültek, tehát sikerült egy olyan rendezvényt szervezni, aminek mindenki örült, és szerintem az ilyen rendezvényeket meg kell becsülni, és reménykedünk abban, hogy ez is hozzájárul a kerékpározás népszerűsítéséhez is Magyarországon, meg hát talán elmondhatom, nem sértődik meg Karcsi, hogy beversenyezte az egész világot, olimpikon volt, de Erdélyben velem a túra szervezése kapcsán volt először, azóta már igen sokszor járt, és nagyon sok olyan kerékpáros jött velünk a tavaly előtti esztendőben, akik nem jártak még Erdélyben, úgyhogy ebből a szempontból is jó volt, mert többen utána már szervezték, hogy 3 hét múlva visszamentnek, annyira tetszett nekik a történet. Uraim, jó barátkozást, jó ismeretszerzést, jó bringázást, és aztán, ha megjöttetek, akkor visszatérünk rá, mert úgy látszik, hogy ez már hagyományjá vált. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, és szerkesztő urat is várjuk legalább egy napra. Megoldjuk. Köszönöm szépen. Köszönjük.